Ünnepélyes keretek között méltatta a Tolna megyei szakképzési centrum vezetősége az év során kiemelkedő munkát végző oktatóit, tanárait. A pedagógus nap alkalmában megrendezett eseménynek a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont, ahol a köszöntő beszédet és a zenés műsort követően átadták az elismeréseket. 27 pedagógus munkásságát díjazták. Nagyon meglepődtem, és nagyon örülök neki. 22 éve tanítok, és még ez az első ilyen elismerés, amit kaptam. Azok a pedagógusok, akik a mai napon elismerésben részesültek, nagyfokú szakmai alázattal és pedagógiai elköteleződéssel és jelentős lojalitással rendelkeznek az adott intézmény felé, ahol dolgoznak, de ami mindezeknél is fontosabb, hogy gyerekközpontúak mind gondolkodásban, mind viselkedésben, mondta Erdömötör Csaba kancellár. Azokat, akik a legjobbak, őnekik meg kell köszönni. És ez egy nagyon fontos momentum, én úgy gondolom a centrum életében és az iskolák életében, hiszen emberek vagyunk, és személy szerint is hajtóerőnk az, hogy időnként megálljunk, megnézzük, és örülünk annak, ha elismernek bennünket. Erőt ad, további lendületet ad, lehetőségeket biztosít, és én ezért tartom ezt nagyon-nagyon fontosnak, hogy így működjünk. De nem csak az iskolákban oktató pedagógusokat részesítették elismerésben, hanem azokat a kollégákat is, akik a szakképzési centrum mindennapi tevékenységét segítik.